9:06 folytatjuk a ma estét. Bemutatta 2022-es választási programját az Igen, Szolidaritás Magyarországért mozgalom. Az elkészült anyag a Kádár János terv címet viseli. A Szanyi Tibor által alapított mozgalom a többi ellenzéki pártól külön önállóan indul a választásokon. Zoltán beszélget. Az ISZOM elnöke Huszti Andrea és miniszterelnök jelöltje Szanyi Tibor ülnek velem szemben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először Andreához fordulnék, hiszen ön a terv névadója, Kádár terv az önök programja, és anélkül, hogy történelmi vitákba bocsájtkoznánk, miért gondolták, hogy ezt a nevet adják ennek a programnak? A Kádár korszak tömeggyilkosságokkal indult, és egy gazdasági válság lett a vége. Nem rossz szó, men ez? Éppen meg akartam köszönni, hogy a történelmi párhuzamokat vonjunk, vagy erről beszélgessünk. Egyszerűen azért lett a Kádár Jánosról elnevezve ez a terv, mert abban az érában, abban az időszakban emelkedtek ki munkások, nagyon sok millió magyar munkás a nyomorból, és eléjük tárult egy perspektivikus élet. Egy létbiztonság, egy bizonyos életszínvonal, a jó, hát gyakorlatilag a jól léti állapot, amiért most mi is küzdünk. És azért is nem bocsátkoznék én itt történelmi vitákba, mert ugye mi január óta egy modernkori szocializmusról beszélünk, de akkor is az elmúlt rendszerek és az elmúlt vezetők, ezt akár 1000 évre visszamenőleg mondhatom, kizárólag Kádár Jánosnál volt az, hogy a magyar munkásokkal elkezdett foglalkozni, és kiemelte őket egy bizonyos szintre. Ez más rendszernél nem volt így. Tehát így adta magát, hogy Kádár Jánosról nevezzük el, de mondom még egyszer, hogy mi nem visszamenni az időbe szeretnénk, hanem egy modernkori szocializmusért küzdünk. Csak el lehet tekinteni ettől? Tehát például az 56-os események áldozatainak hozzátartozóit hogyan tudják megszólítani? Gyakorlatilag tényleg nem hiszem, hogy a műsoridőt az történelmi vitákra szántuk volna, mi politizálunk, és azt gondoljuk, és elnök asszonynak a szavait szeretném egy kicsit még tovább erősíteni, nevezetesen, hogy az 1000 éves magyar történelmek nem volt olyan korszak, a Kádár korszakot leszámítva, amelyik ekkora emelkedést jelentett volna milliók számára kiváltképp szociális értelemben. A másik pedig az, hogy ugyan a történészek jól el fognak vitatkozni sok mindenen, nem csak a mi programunk kapcsán, hanem eleve a magyar történelmek számtalan, tisztázatlan terepe van, de én talán úgy tudnám ezt rögzíteni, hogy maradjunk annyiban, hogy nem volt Magyarországon még olyan berendezkedés, vagy kormányzás, vagy bármi királyi hatalomgyakorlás, stb., aminek ne lettek volna sajnálatos módon különleges, vagy súlyos áldozatai. Tehát ami a történelem, az a történelem, viszont itt az egészet kell nézni. Gyakorlatilag a mai szociális rendszer továbbra is azokra az alapokra épül, amit Kádár idején bevezettek. Családi pótlék, gyes, gyed, szocpol, ezt most csoknak hívják. Talán egyetlen egy dolog, ami kimaradta kádári felfogáshoz, vagy szociálpolitikai lendülethez képest, ez a tömeges lakásépítés. Hát azért Kádár János 34 éve alatt több mint 2 millió lakás épült Magyarországon, éves átlagban mondhatnánk 75 000, ezzel szemben a rendszerváltás óta 15 000 az éves átlag. Tehát 5-ször annyi lakás épült, és ezek a zöme egyébként állami bérlakás volt. A mai lakhatási válságból se látunk semmilyen más kiutat, mint az állami bérlakásépítésnek a megerősítése, és a programunkban egyébként ebben a bizonyos Kádár János tervben bizony évente 50 000 állami bérlakás építését irányozzuk elő. Ez egy hatalmas nagy szám, viszont cserébe gyakorlatilag azt kell mondani, hogy ezzel valamennyire enyhíthető az a lakáséhség, ami elsősorban a fiatalabb generációknál jelentkezik. Tehát az, hogy családok újra be vannak kényszerítve pár négyzetméter, pár szoba, két szobába
három generáció, és ez sajnos egyre gyakoribb ma Magyarországon, egyszerűen azért, mert nem csak új lakások épülnek, de sajnos azért esnek is ki lakások évente 2-3 ezer. Tehát azért, hogy itt nagyságrendileg kell a szociális dimenzióban gondolkodnunk, és meg még egyszer csak, hogy visszatérjek a kérdésére, nem tudunk olyan korszakot a magyar történelemből, a Kádár korszakon kívül, amikor szociális értelemben milliók lettek fölemelve, és most nem beszéltünk az írástudatlanság felszámolásáról, nem beszéltünk az üdültetésről, a tömegétkeztetésről, a falvak állapotáról, a falvak környezeti állapotáról, ezek mind még további dolgok. És hozzáteszem, abszolút az a fontos, amit elnök asszony mondott, hogy most akkor hozzak egy buta példát, Erzsébet tábor, hát most az Erzsébet királynő idején való állapotokat akarják visszahozni, hogy se folyóvíz, se semmi, szóval nyilván nem, tehát ez egyszerűen csak az, hogy a szellemiség az, hogy igenis jelen pillanatban a szociális válság felszámolás az egyes számú feladat Magyarországon, és ez pártunk missziója is egyébként. De akkor egyféle Kádár nosztalgiára építenek, ami leginkább azokban lehetnek, vagy lehet meg, akik akkor éltek, az idősebb generáció az, amiékre majd támaszkodnak? Nyilván, igen, nyilván arra is támaszkodunk. Én magam is egyébként munkás családból jövök. Olyan nagyon sokat nem éltem abban az érában, de amire emlékszem, az teljesen rendben volt. Amit mindig szoktam emlegetni, az az építési kölcsön. Az én szüleim akkor tájt, ez ilyen 85 körül, körülbelül 3200 forintot kerestek ketten, és nagyon emlékszem, hogy 764 forint volt az építési törlesztő. Tehát, hogy a két fizetésnek a kevesebb, mint egyharmadából ki lehetett fizetni kvázi egy lakáshitelt. Ez ma már teljességgel elképzelhetetlen. És egyébként, hogyha áldozatokról beszélünk, mi tényleg részvétel és kegyelettel adózunk, mindenféle rezsim és mindenféle diktátor, akármilyen vezető áldozatai előtt, de mi kegyelettel vagyunk, és szolidárisak vagyunk azzal a több százezer devizahitelessel, akik közül most már 5000-en ott tartunk, hogy 5000-en lettek öngyilkosok. Ma reggel is jött egy hír például egy ceglédi állatorvosról, hogy a devizahitele miatt lett öngyilkos, úgyhogy azért szerintem jelen pillanatban ezeket az áldozatokat kell legfőképpen nézni. A Kádár tervet nézzük. Amikor legutóbb miniszterelnök jelölt úrral beszélgettem itt, akkor még azt mondta, hogy elképzelhető, hogy a minimálbérre vonatkozó javaslatuk nőni fog, ez nem történt meg, 250 ezer forintos minimálbért javasolnak, a nyugdíjakat emelnék. Nem érzik úgy, hogy az, hogy ha azt üzenik, hogy lehetne jobban is élni, az populizmus? Szerintem a Földön minden párt ezt mondja. Ebben semmi új nincs. Fidesz is ezt mondja, bárki ezt mondja, hogy lehetne jobban, és arra törekszik, hogy jobban éljünk. Ez így önmagában nem mond semmit. De valahogy elő kell teremteni annak a hátterét, hogy mondjuk a mikro vagy a kisvállalkozások, akiknek még a bruttó 200 ezer forintos minimálbér is olykor nehézséget okozhat, hiszen most erről megy a vita, ki tudják termelni a nettó 250 ezer forintos minimálbért. Hát azért van jó hírem is, mert számos helyen, főképpen, hogyha a kormánynak az átlagkeresetre vonatkozó statisztikáit nézzük, akkor messzemenőleg nem ilyen nagy baj van. Ugyanakkor az kétségtelen tény, hogy a világ számos pontján egyébként azokat a vállalkozásokat, ahol úgymond gond a társadalmi minimumnak az előállítása, hát ott többnyire az adóhatóság szokta megkérni ezeket, hogy ne tekintsük uram önt, vagy hölgyem önt vállalkozónak, mert ez így egy vergődés. Ez csak rontja tulajdonképpen a versenyképességét, ezeket az ügyeket szociális ágon kell kezelni. Egyébként én magam határozottan azt állítom, és ezt bármelyik vállalkozó szemébe bárhol oda merem mondani, hogy csak az panaszkodjon, aki semmivel nem él jobban, mint a munkásai. Tehát szóval azért itt legyünk reálisak, biztos, hogy vannak ilyenek, ez nem a minimálbére múlik, hogy egy vállalkozásnak a sikere milyen, sok más faktor tartozik még ehhez, de szent igaz, mi a mi gondolkodásunkban azt mondjuk, hogy például a munkabéreket azért ne terhelje nagyobb súly vagy teher, mint amennyi a tőkejövedelmeken, most éppen a cégvezetőknek
cégvezetők jövedelmére gondolok. A cégvezetők nem fizettek TB-t, a cégvezetők nem fizettek nyugdíjat, már nyugdíjárulékot, stb. Azok egyszerűen csak egy adózva, vagy még akár sok adókedvezménnyel nettó elszaladnak a pénzük. A melósoknak meg ott van a nyakán az összes teher. Hát azért itt a teherviselésben kéne valami egyensúlyt teremteni, és ezek mind részei a Kádár János tervnek. Mint gondolok a személyi jövedelemadóról, amikor legutóbb baloldali kormány volt hatalmon, akkor két kulcsos volt, és akkor a kisebb kulcs is magasabb volt, mint a mostani. Ez adófilozófia kérdése, egyébként most is több kulcsos az adórendszer, hiszen a felső határ 15%, mármint a személyi jövedelemadó része, viszont a legváltozatosabb adókedvezmények vannak, tehát szélső esetben van, akinek nulla. Tehát nullától 15%-ig terjednek a különböző, már nem azt mondom, hogy kinek-kinek személyes saját adókulcsa van. Tehát ez is egy több kulcsos rendszer. Mi egyébként, még egyszer mondom, hogy nem feltétlenül a személyi jövedelemadó ágán gondolkodunk, főképpen nem mit teszünk be annak az emelgetése. Mi azt mondjuk, hogy azért van bőven teendő, hogy a meglévő adókat igazságosan szétosztani, tehát kiteríteni azokra a lehetőségekre, akik egyszerűen adómentesen birgonckodnak ebben az országban, és jelzem nagy tisztelettel, pont ilyen az összes nagyvállalat. Gyakorlatilag egészen minimális, ami adót fizetnek, látszólag igen, csak aztán állami támogatásba visszakapják, tehát praktikusan, és ez nem csak magyar jelenség sajnos, ezt a korrektség jegyében muszáj mondani, egész Európa ettől szenved, hogy a nagyvállalatok egy fikarsznyi adót nem fizetnek, például a nagy tech vállalatok, Facebook, Google, stb. Egy fillér adót nem fizet Európában. Hát azért ez állja meg a menet, azért ez nem járja. Ahhoz, hogy a tervből valódi politikai cselekvés is legyen, majd be kell jutni az országgyűlésbe. Tavaly a medián 2% környékére mérte önöket, azóta mennyit változott a párt támogatottsága? Hát most mostanában nem volt mérés, az idei évben 2 mérés volt a párt támogatottságával kapcsolatban is, az egyiket a Nézőpont, a másikat pedig a Publikus intézet mérte, és ebben az volt az érdekesség, hogy itt az üzeneteinkre is rákérdeztünk, tehát nem csak a pártnak a támogatottságára, és azt láttuk belőle, hogy igenis rezonálnak az emberek az üzeneteinkre, ugye akkor még csak a szocializmusra kérdeztünk rá, hiszen ez a Kádár János terv most született meg, ez az Igen Szolidaritásnak a választási programja, ami az Igen Szocializmus programból fakad, nyilvánvalóan egy rövidítettebb változat. Tehát az üzeneteinkre is rákérdeztünk, és például arra a kérdésre, hogy egy modernkori szocializmusban van, vagy a mai magyar kapitalizmusban élne inkább a válaszadó, itt 40% válaszolta azt, hogy egy modernkori szocializmusban. A párt támogatottságát most annyiban tudnám mérni, hogy gyakorlatilag megvan az 5%. Ugyanis május 1-én aláírásgyűjtésbe kezdtünk a 250.000 forintos nettó minimálbérért, illetve az 50.000 forintos nyugdíjemelésért, és ugye én szombaton a munkás büszkeség napján jelentettem be, ott a volt zöld pardonban, hogy 318.000 aláírásunk jött össze, úgyhogy én úgy veszem, hogy ez egy remek közvéleménykutatás volt, és azért a 318.000 az már érinti a majdnem 5%, úgyhogy én teljesen reményteli vagyok. Én azt gondolom, hogy az, hogy az Igen Szolidaritás 22-ben egy frakciót csináljon a parlamentbe, ez teljesen reális dolog, sőt, ez nagyon fontos, hogy ez létrejöjjön, ez a frakció, mert akkor végre 32 év után lenne újra egy igazán baloldali frakció a Magyarország gyűlésbe, aki utána fogja tudni továbbvinni ezt a harcot, és küzdeni a munkásokért, és kiállni az érdekeikért. Nem csak támogatók kellenek, hanem jelöltek is, legalább 9 megyében és a fővárosban 50 egyéni választókerületben kell képviselőjelöltet állítani. Készen van már a csapat? 57 jelöltünk van már. Most egy kicsit azért döbbentem le, mert 71-ről tudok, de... Igen, az a szám, 71 igen. A valós szám, igen, igen, ez a igen, szükséges. Igen, 71 szükséges a listállításhoz. Ezt már többször elmondtam, és akkor most is elmondom, 106-ra gyúrunk, de biztos vagyok benne, hogy a 71 meg lesz, tehát az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom 22-ben listát fog állítani.
A Demokratikus Koalíció képviselője, Rónai Sándor fogalmazott úgy a minap egy interjúban, hogy az ISZOM az egy kamupárt, azaz egy olyan párt, ami fölveszi a támogatást, de valódi politikai tevékenység nincs mögötte. Hát én erre nagyon röviden, igen, Tibor ezen csak nevelt, én erre nagyon röviden tudok válaszolni. Ugye ez a párt másfél éves. Tavaly július 18-a óta van miniszterelnök jelöltünk. November óta, tavaly november óta elérhető a programunk a honlapunkon. Ez egy egész széleskörű program. Nyilván nem kormányprogram, mert az igen szolidaritás tisztában van a realitásokkal, nem kormányra készülünk, frakciót létrehozni készülünk. Vannak most már 57 jelöltünk van, tehát én azt gondolom, hogy teljesen készülünk a választásra. Ha mi egy kamupárt lennénk, akkor valószínűleg ez nem így lenne. Én azért nevettem föl, mert ugye a kamupártnak két ismérve van. Az egyik az, hogy habzsolja az állami támogatást, ám de valós politikai teljesítmény nélkül. Szeretném elmondani, hogy az említett politikus pártja, a Demokratikus Koalíció sok-sok milliárd forintot vett föl a Orbán Viktor által alkotott törvények kegyelméből. Nagyon sok milliárd forint pártámogatást kaptak a legkülönbözőbb címszavakon. Ellenben a politikai eredménye legalábbis az elmúlt három választások során finoman szóval elmaradt. Ők a legerősebb baloldali párt, hát, a felmérések szerint. Igen, éppen hogy 20 ezer szavazattal sikerült megugraniuk 2018-ban a frakció alapítást, tehát én értem a közvéleménykutatásokat, ezek nagyon fontos indikációk, csak hát most maradjunk a tényeknél, tehát az azt jelenti, hogy három választást buktak el, de nagyon, ezen felül pedig fölvettek nagyon sok milliárd forint állami támogatást. Tehát, hogyha kamupártozunk, akkor valószínűleg ezt inkább nekik kéne címezni, és nem pedig annak a pártnak, ami egyébként mi a magunk részéről soha egy megveszekedett fillér állami támogatást nem vettünk föl, még akkor sem, tavaly a szerencsi választások idején. Azt mondtuk, hogy mi ennélkül próbálkozzunk meg legalábbis bemutatkozás jelleggel. Tehát azok a pártok azon a választáson ugyanúgy fölvették az állami támogatást, ugyanúgy elvesztették, mi viszont elértünk 2,23%-ot állami támogatás nélkül. Tehát hátrább az agarakkal, mert azért, hogyha valaki fölüti a silabuszt, hogy mennyi is az a sok milliárd forint, akkor egész horrorisztikus számok jönnek ki, amit ezek az úgynevezett ellenzéki pártok fölvettek eddig a látható eredménnyel. A jövőt most ne előlegezzük meg, én annyi jövőt előlegezek meg nekik, amennyit ők nekünk, tehát ebben kvittek vagyunk. Egy percünk van hátra, hogyha bejutnának a parlamentbe, és önök lennének a mérleg nyelve, akkor azt merre billentenék el? Egyértelműen a munkások felé. Tehát mi azért fogunk küzdeni, hogy ezek a célok, amiket mi a programunkban felsorolunk, azok megvalósuljanak, és ezt ki is fogjuk harcolni. De hogyha a jelenlegi kormánypárt erre fogjuk vagy használni a mérleg nyelvét. Összefogás között kell választani. Mi a programunkból indulunk ki, nem kell választani, mert ez hipotetikus. Mi azt mondjuk, hogy ha a választók minket az országgyűlésbe juttatnak, akkor pont ezzel a kicsi 5%-kal pont azt tudják elérni, hogy bárki is alakít kormányt, mi azokból kipofozzuk ezeket az intézkedéseket, a 250 ezer forintos nettó minimálbért, az 50 ezer forintos családi pótlékot, a 150 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíjat, és még sok minden más. És az 50 ezer forintos nyugdíj emelést. Igen. Puszti Andreának és Szanyi Tibornak köszönöm szépen, hogy itt voltak.